Sziasztok! Ez a videó egyáltalán nem volt megtervezve, viszont tegnap hozzám is eljutott az a hír, ami szinte felrobbantotta az internetet, és rengeteg Instagram és Facebook megosztásban találkoztam vele. Történetesen Schobert Norbi nyilatkozatáról van szó, jobban mondva arról, amit így a követőivel megosztott, nem is tudom, hogy hol. Hozzátenném, hogy én nem követem őt semmilyen platformon, nem érdekel semmi vele kapcsolatban, mégis elkészül ez a videó, mindjárt jövök a lényeghez. És ezt az adott videót sem néztem teljesen végig, mert nem tudtam, nem voltam rá képes. Viszont bennem is olyan gondolatokat ébresztett ez az egész, amit úgy voltam vele, hogy szeretnék mindenképpen megosztani. Viszont ahogy egyre több ezzel kapcsolatos posztot láttam a különböző online platformokon, egyre inkább az fogalmazódott meg bennem, hogy igen, tök jó, hogy beszélünk erről, viszont szerintem ennek is meg kellene, hogy legyen a kerete, mert az, amikor valaki annyira indulatos, hogy elkezdi őt is, vagy a családtagjait sértegetni külsőségek miatt, az ugyanaz, amit ő csinál, csak Pepitában. Úgyhogy szerintem vigyázni kell, hogy ezt a határt egyszerűen ne lépjük át. Ezért is gondoltam, hogy mi lenne, hogyha már így a vizsgaidőszak kellős közepén, amikor a jogvizsgára való felkészülés helyett időt és energiát szentelek ennek a videónak a felvételére, mi lenne, hogyha nem ilyen negatív tartalommal tölteném meg, hanem esetleg valami mondani valót is tudnék belecsempészni. Így állt össze ennek a videónak a tematikája a fejemben, és tulajdonképpen a téma az nem más, mint a benned rejlő erő. Ami mindannyiunkban ott van, akkor is, hogyha nem tudunk róla, akkor is, hogyha el se tudjuk képzelni, hogy milyen erő rejtőzik bennünk, és milyen hatalom van a kezünkben, ez mindannyiunkban ott van, csak tudatosítanunk el saját magunkban. Írtam egy kis listát magamnak, hogy mi mindenre van erő bennünk, mi minden rejtőzik bennünk. Először is ott van a bennünk rejlő erő a változásra, a változtatásra. Ez lehet akár külsőségeket, akár belsőségeket érintő változás, minden, amit saját magunkon végre tudunk hajtani. Gondolok itt arra, hogy változtatni lehet például a testalkatunkon. Lehet izmosodni, lehet fogyni, lehet hízni, attól függően, hogy ki milyen eredményt szeretne elérni. Ez mind bennünk van. Szerintem, akik régebb óta követik a csatornámat, tudják, hogy évek óta szinte az egész életemet túlsúlyosként éltem, és évek óta küzdök azzal, hogy folyamatosan elindulok megint azon az úton, ami a testsúlycsökkentés felé vezet, és utána mindig vannak buktatók, ahol vagy elakadok egy hosszabb időre, vagy az úton egy kicsit visszább is vet ez az egész, viszont az ehhez szükséges erő bennem van. Tudom nagyon jól, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt megtalálni, és nem csak megtalálni, hanem utána folyamatosan megtartani, viszont ez bennünk van, mindannyiunkban. És nem a szomszéd Pista bácsi fogja nekünk megmondani, hogy mit kellene tennünk, mert szerintem mindannyian tudjuk, hogy milyen utat kell bejárnunk ahhoz, hogy azt az eredményt, azt a változást elérjük, amit szeretnénk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egyáltalán nem egyszerű, épp ezért tartom nagyon-nagyon kártékonynak, hogyha valaki ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket tesz emberekre, és nem csak a kövérséget illetően, hanem itt tényleg bármit mondhatnék, ami body shaminggel kapcsolatos, mert ennek egyszerűen a mai világban már nem szabadna, hogy helye legyen. Mert hogy vannak olyan lelkiállapotok, amikor a változás egy-egy fázisában járunk, amikor igenis labilisek vagyunk, amikor igenis baromi nehéz összeszedni magunkat, amikor igenis hiába vagyok öntudatos, és hiába becsülöm és szeretem magam, vannak olyan napok, amikor nekem is nagyon nehéz erre koncentrálni, és vannak olyan napok, amikor igenis elkapok megint egy-egy pillantást a tömegközlekedésen például, amiből süt, hogy valaki elítél, vagy hogy becsmérel éppen saját magában, a legjobb esetben csak magában, van, amikor ez ugye hangot is ölt, és olyankor ez engem is visszavet. Igen. De ne feledjétek, hogy a változáshoz szükséges erő bennünk van. Meg kell találni, ki kell aknázni, és utána újra és újra táplálni kell, viszont ez olyasmi, ami javarészt rajtunk múlik.
Aztán ott van az erő mindannyiunkban ahhoz, hogy elfogadjuk önmagunkat. Szerintem nagyon-nagyon fontos amellett, hogy tudjunk és akarjunk változtatni magunkon, az is, hogy a jelenlegi állapotunkat, a jelenlegi énünket szeressük és elfogadjuk, és ne becsméreljük, mert szerintem nincs annál rosszabb, mint amikor valaki úgy gondol magára, mint egy undorító emberre, akit nem lehet szeretni, akinek nincsenek értékei, aki csak akkor lesz értékes és szerethető, hogyha lefogy, vagy hogyha kisebb lesz az orra, vagy hogyha nagyobbak lesznek a mellei. Ez vagy te. Ilyen vagy, ilyennek születtél, vagy ilyen lettél az évek során. Teljesen mindegy, hogy egy terhesség miatt változik meg a tested, vagy egy étkezési zavar miatt, vagy egy baleset miatt, vagy egy betegség miatt. Ez mind hozzád tartozik, ez a te életed. És ahhoz, hogy ne utálattal gondolj magadra, és ne utálatból akarj változtatni magadon, ahhoz azt az embert is kell értékelned és szeretned, aki most éppen vagy. Lehet, hogy tükörben nézve nem azt látod, aki lenni szeretnél. Lehet, hogy a fejedben egy másik kép él rólad, hogy már pedig én belül ilyen vagyok, és belül egy pillangó vagyok, és kívülről csak a hernyót látom, viszont azt a hernyót kell szeretned, aki vagy, hogy utána azzal a pillangóval válhass, aki lenni szeretnél. És ehhez is bennünk van az erő. Higgyétek el, hogy tudom, tapasztalatból beszélek, hogy nem egyszerű eljutni arra a pontra, amikor nem az a kép köszön vissza a tükörből rád, amit látni szeretnél. Amikor a körülötted élők reakciójából is látod, hogy hát igen, elég sokan nem tudnak elfogadni, elég sokan észreveszik azt, amit én sem szeretek magamon különösebben, és negatív visszajelzéseket kapok, és hogyha mások nem szeretnek, akkor csak még jobban utálom saját magamat. Ez nem így működik. Akkor fognak igazán szeretni, hogyha te rendbe jössz saját magaddal, és hogyha képes vagy meglátni magadban a jót, és képes vagy értékelni a tulajdonságaidat, akkor is, hogyha nem vagy mindennel elégedett. De az erő ehhez is bennünk van. Bennünk van az erő a közösségek teremtéséhez. És itt arra gondolok, hogy össze lehet tartani a sorstársakkal. Ez erőt adhat nekünk is, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, és itt teljesen mindegy, hogy egy fogyásra szakosodott Facebook csoportban van benne az ember, vagy éppen egy gyászfeldolgozó közösségbe jár el valaki. Teljesen mindegy, hogy az élet milyen aspektusából keresünk hozzánk hasonlóakat, biztosan fogunk találni olyan közösséget, akikkel tudjuk egymást építeni. Az ehhez rejlő erő is bennünk van, hogy másokkal együtt még erősebbekké váljunk. Bennünk van az erő az online világban való változtatásra. Azokat az embereket, akiknek a tartalmaival nem értek egyet, akiknek a tartalmai miatt rosszul érezném magam, akik olyan nyilatkozatokat tesznek, ami szerintem sokakra nézve sértő, én nem követek ilyen embereket. Mert minél többet beszélünk róluk, a negatív reklám is reklám, annál több emberhez jut el. Ahogy említettem nektek, ezzel az esettel én is ismerősök által találkoztam. Nem azért, mert én követem ezt az embert, hanem egyszerűen eljutott hozzám, és természetesen belőlem is reakciókat váltott ki, és én is nagyon-nagyon bántónak és primitívnek tartom ezt az egészet. Viszont, hogyha nem lett volna megosztva, akkor nem jutott volna el hozzám. És tudom, hogy ez a videó is erről szól most, viszont szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy bennünk van az erő ahhoz is, hogy olyan embereket juttassunk véleményvezér pozícióba, akik erre tényleg érdemesek. Biztos vagyok benne, hogy az élet minden területén találunk olyanokat, akik értékes tartalmakat gyártanak, akik értékes és értelmes mondani valóval állnak ki a közönségük elé, még akkor is, hogyha az csak pár emberből áll, akkor is, hogyha több ezer vagy tízezer ember teszi ki ezt a közösséget. És itt örülnék, hogyha megírnátok tényleg az minden területről olyan embereket, akiket szerintetek érdemes követni, mert értékes a mondani valójuk. Biztos vagyok benne, hogy a sporttól kezdve a testsúly csökkentésen keresztül
izmosodás, a terhesség alatti test változásaival kapcsolatos dolgok. Szóval mindenben van valaki, aki már mondott dolgokat, okos dolgokat, olyan dolgokat, amikre oda kéne figyelni, amire érdemes lenne odafigyelni, és amit érdemes lenne minél több emberhez eljutatni. Úgyhogy ezért kérlek titeket, hogy ajánljatok olyan embereket, akiknek érdemes lenne odafigyelni a mondani valójára. Mert hogy ez is a mi hatalmunk. Ez a hatalom a mi kezünkben van, hogy kinek szentelünk figyelmet, kinek biztosítunk hírnevet, kinek biztosítunk nézettséget. És ez ugyanolyan, mint a toleranciáról olvastam évekkel ezelőtt egy cikket, ami azt hangsúlyozta, hogy maga a szó jelentése is ellentétes magával a szó létezése ellentétes a jelentésével. Mert mindaddig, amíg ezt a szót használom, hogy én toleráns vagyok, addig biztosítom annak a jelenlétét, hogy már pedig toleranciára szükség van, mert van mit tolerálni. Azóta, mióta ezt a cikket elolvastam, azóta igyekszem ezt a jelzőt kerülni, hogyha magamat szeretném jellemezni, mert én szeretnék egy olyan világban élni, ahol nem lesz erre a szóra szükség, ahol úgy tudjuk értékelni egymást, ahogy vagyunk, nemtől, szexuális irányultságtól, bőrszíntől, testalkattól, mindentől függetlenül, mert mindannyian értékesek vagyunk. És itt szeretnék akkor kitérni az utolsó erőhöz, ami bennünk rejtőzik. Természetesen nem ez az utolsó, csak ez van az utolsó helyen a listámon. Viszont talán szerintem ez a legfontosabb. Bennünk van az erő a világ megváltoztatásához is. Tudom, hogy ez most így nagyon költőien hangzik, de higgyétek el, hogyha saját hozzáállásotokkal hozzájárultok ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen, és hogyha ez minél több emberhez eljut, akkor igenis egy jobb helyé tudjuk tenni ezt a helyet, ahol élünk. Mert hogyha te nyitottan és megértéssel fordulsz az embertársaidhoz, akkor én hiszek abban, hogy ez tovább gyűrűzik, és utána hozzád is visszajut. Én hiszek abban, hogy ahogy én állok a világhoz, úgy fog a világ is hozzám állni. Én hiszek abban, hogy az a változás, amit a világban látni szeretnék, az bennem rejlik, az én vagyok. Ezért gondoljatok arra, hogy mekkora hatalmas erő van bennetek ahhoz, hogy a világot egy jobb helyé tegyük. Csak azáltal, hogy egy kicsit több megértéssel és empátiával fordulunk egymás iránt. És nem azt nézzük, hogy a másik hogy néz ki, nem azt nézzük, hogy a másik honnan jött, hanem azt, hogy mindannyian értékes emberek vagyunk. Azt hiszem, hogy nem is tudom, a végtelenségig lehetne sorolni, hogy mi mindenhez rejtőzik még bennünk erő. Ehhez a témához nekem ezek jutottak most az eszembe. És azt hiszem, hogy itt le is zárom ezt a videót. Az én célom nem az, hogy ennek a személynek még több nézettséget biztosítsak, ezért én nem is fogom belinkelni ezt a csodálatos videóját. Remélem érzitek az iróniát, mert nem gondolom, hogy szüksége lenne még több nézőre. Ne feledjétek, a ti döntésetek, a ti erőtök, a saját magatokban való változás, az interneten való változás és az egész világon való változás mind a mi kezünkben van. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, kívánok nektek további szép napot, legyetek jók, és legyetek empatikusak, és legyetek nyitottak. Sziasztok!